Szeretettel köszöntök mindenkit. Gyorsan tegye föl mindenki a kezét, akinek van okos órája. Melyik kezemen van ez, hogy látszoljon is? Ó, nem sok. Hát egy infotéren ilyen kevés a mindenit. Hát akkor úgy látszik, a digitalizáció kora talán még csak most indul. Ugyanakkor nem tudom, akiknek van okos órája, azok közül hányan vannak, akiknek már össze van kötve a telefonjukkal, és értesítéseket is megkapják az órán. Igen, akkor azért bátrabbak lettünk, jól van, nagyon helyes. Szóval az egyik ilyen transformáció, amit én itt tapasztalok saját magamon, meg az órámon, illetve az órámon és telefonom kapcsolatán, az az, hogy igenis leáldozóban van a csengőhang biznisznek. Mert hogy én konkrétan a csengőhangját a telefonomnak meg sem tudom mondani, hogy van-e, vagy adott esetben mi van beállítva, mert hogy az órámon keresztül állandóan berezek. Szóval azért hozom ezt a példát, mert a digitalizációnak rengeteg olyan eleme van, amit ma is már minden nap tudunk tapasztalni, és ami tényleg átalakítja az életünket, még akkor is, hogyha egy csengőhang eltűnik az életemből, az nem tűnik egy olyan drámai változásnak. De mondjuk azoknak, akik csengőhang bizniszbe utaztak az elmúlt pár évben, azoknak a jövő éves üzleti terve, vagy a következő 5 éves üzleti terve azért mindenképpen nehezebbé válik. Szóval mi mindenképpen azt gondoljuk, hogy a digitalizációról nem a jövőben, hanem a mostban kell beszélni. Azt gondoljuk, hogy eljött az idő, hogy a digitalizációval kezdjünk valamit, és ne csak azt kezdjük, hogy megtörténik velünk, hiszen szépen lassan kihasználjuk a kütyük adta lehetőségeket, és a kütyük adta lehetőségeken keresztül óvatosan, talán észrevétlenül meg is változik az életünk, hanem igenis beszélni kell arról, hogy milyen hatása van ránk, mit kell tennünk azért, hogy ebben a versenyben, ebben a felgyorsult versenyben nyertesek legyünk, és ne lemaradjunk. És milyen feladataink vannak akár a vállalat szempontjából, akár a kormány szempontjából, akár pedig társadalmi értelemben, szociológiai értelemben, mert például az, hogy a gyerekem hogyan használ egy mobiltelefont, az azért egy kulcskérdés én számomra is, és amennyire haladónak definiálom magam egyébként vállalatvezetőként, akár a vállalati digitalizációs megoldások kapcsán is, vagy éppen saját telefon és óra használatom kapcsán, a gyerekem kapcsán kifejezetten konzervatív vagyok. Úgyhogy van miről beszélni. Szóval, kicsit tényleg bemutatva, vagy inkább csak összeszedve, leltározva, hogy milyen területen gondoljuk mi, hogy a digitalizáció nagy változásokat hoz, és miért gondoljuk azt, hogy egyébként nincs kitérés. Nincs kitérés a digitalizáció elől. Azt gondoljuk, hogy egy olyan alapvető társadalmi átalakulás indult be, ami áthatja az életünket, amiből kiszakadva elzárjuk magunkat azoktól a lehetőségektől, amelyek egyébként a digitalizációban megvannak. És még egyszer mondom, ez nem mentesít az alól, hogy egyébként átgondoljuk azt, hogy hogyan hat az életünkre, a családunkra a digitalizáció, és igenis észnél legyünk, és nem észnélkül cselekedjünk. Akár hogyha a mobiltelefonra, vagy éppen az órámra, vagy a kettő kapcsolatára gondolok, azért azt látni kell, hogy vállalatok esetén is emögött komoly rendszerek vannak, és ezek a komoly rendszerek ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást, vagy ezt a szolgáltatási élményt tudják nyújtani nekünk, ezeknek is át kell alakulni. Tehát például egy nagyvállalat szempontjából az egyik óriási kérdés, és azt gondolom a állam szempontjából is hatalmas kérdés, hogy ez a digitális transformáció, ami történik a szemünk előtt, ez hogyan hat ki a mi saját rendszereinkre. Lásd elközigazgatás, vagy éppen a Magyar Telekom belső rendszereire, hogyan hat ki a szervezetünkre. És a szervezet alatt itt most a vállalati orgcsátra gondolok elsősorban, hiszen a vállalatok belső szerkezete is meg kell, hogy változzon, annak érdekében, hogy mondjuk nincsen feltétlenül egy negyed évünk arra, hogy egy következő release-ben egy új informatikai funkcionalitást bevezessünk, ami aztán megjelenik a piacon és egy új termék képében elérhetővé válik, hanem ennél sokkal gyorsabban, felgyorsultabban kell reagálnunk a változásokra, és azt gondolom, hogy mindnyájunk számára ez egy kulcskérdés informatikai szempontból, szoftverfejlesztésnek ugye van erre válasza évek óta, de hogy ez aztán mennyire hatja át a teljes vállalatot, azért ez egy nagy kérdés. De azt gondolom, hogy ennek a nagy kérdésnek a feltétele is most kell, hogy elkövetkezzen.
azért abban is hiszünk, és azt gondolom, hogy az elmúlt évek szépen mutatják tapasztalaton keresztül is, hogy a digitalizáció korában magasabb hozzáadott értékű munkahelyek tudnak eljönni, és minden egyes egyén, aki természetesen rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ebben a korban is, ebben a munkakörnyezetben, egy új munkakörnyezetben megállják a helyüket, képesek egyénileg nagyobb hozzáadott értéket előállítani. És azért ez mindenképpen abba az irányba mutat, hogy a digitalizáció számunkra is egy lehetőség, egy olyan iparágban, amiben mi jelen vagyunk, a telekommunikációban és az informatikában, aztán különösen, de míg mindkét iparág, vagy most már beszélhetünk nyugodtan IKT iparágról is, segíti az embereket, és lehetővé teszi ezen szolgáltatások elérését, ugyanakkor az is feladata, hogy előtte járjon a piacnak, előtte járjon az igényeknek, és valóban olyan hozzáadott értékű szolgáltatásokat tudjunk előállítani, amelyek aztán pozitív értelemben befolyásolják az életünket. Még akkor is, hogyha mondom, a felgyorsult világban, ez lehet, hogy úgy fog kinézni, hogy ami korábban jól megfontoltan, szépen lassan vezettünk be új dolgokat, addig a jövőben sokkal gyorsabban fogunk bevezetni új dolgokat, és azoknak egy része el is fog tűnni sokkal gyorsabban pillanatok alatt, hiszen újabb és újabb frissítésekkel vagy funkciókkal kell mind szolgáltatóként, mind informatikai vállalatként megjelennünk a piacon. A másik, ami azért nagyon fontos, hogy a digitalizáció egy nagyon koncentrált transformációs folyamat, és az egész világon viszonylag koncentráltan egyszerre történik. Persze rengeteg tanulmány van, államtitkár úr is említette, amelyben mondjuk Európának versenyhátránya van ebből a szempontból Amerikával vagy Japánnal szemben, de ez a versenyhátrány nem évtizedek, mint amit mondjuk 20-30 éve sokszor emlegettünk versenyhátránnyal kapcsolatban, hanem pár év. Tehát nincs semmi elveszve, ez itt a lényeg. Nincs semmi elveszve, iszonyatosan felgyorsult világban élünk, ebből a szempontból, aztán meg pláne, amennyi versenyhátrányunk van, azt olyan gyorsan be is lehet hozni. Úgyhogy mindenképpen azt hirdetjük, és azért állunk ki, hogy szembesülni kell azzal, hogyha versenyhátrányban, viszont mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt minél előbb ledolgozzuk, és ennek a ledolgozásnak azért rengeteg jól ismert módszere van. Hagy emeljek ki egyet, amit egyébként Magyarország szempontjából abszolút optimista vagyok, de az, hogy Európában a telekommunikációs iparágban a szabályozói környezet milyen, és mennyire engedi mondjuk a telekommunikációs szolgáltatóknak azt, hogy tényleg gyorsan, jövőre fókuszáltan végezzék a tevékenységüket. Ebből a szempontból mondjuk az USA-hoz, vagy éppen Japánhoz képest le vagyunk maradva. Magyarországon egyébként ennek kapcsán van egy nagyon pozitív párbeszéd, tehát én azt gondolom, hogy ebben például pozitív példa tudunk lenni, és akkor tényleg el lehet azt érni, hogy mondjuk a legjobb öt közé tartozzunk. Ahogy egyébként technológiai értelemben mondjuk a Magyar Telekom mobil hálózata világméretekben is a legjobb öt közé tud tartozni, mert egyszerűen Magyarországon a telekommunikációs szektor, és főleg annak az új generációs technológiának a fejlesztése viszonylag korán indult meg, és kompromisszummentes technológiai szemléletben. Van egy kollégám, aki 20-valahány éve támogatja Magyarországon a mobil hálózatok építését, és ezt úgy szokta megfogalmazni, hogy ő egy katedrális szeret építeni. Egy katedrális szeret építeni, eddig is azt szeretett, ezután is ezt szeretne. Ezt mindig akkor mondja nekem, amikor arról vitatkozunk, hogy mennyi pénz van arra, hogy hálózatot építsen. De egyébként egy valid hozzáállás. Nyilván az, hogy valami költséghatékony legyen, és ahogy megyünk előre, hasznosuljon, ez is egy valid hozzáállás, amit nekem kell képviselni, de az is egy valid hozzáállás, hogy olyan technológiát és oly módon építsük a technológiát, hogy avval tényleg olyan eredményeket lehessen elérni, hogy például elmondhassam, hogy a top 5-be tartozik a magyarországi mobilhálózatunk. Tehát még egyszer visszatérve az elejére, nincs olyan lemaradásunk, amit nem lehetne behozni, de most kell elkezdeni cselekedni, és össze kell fognunk az állam, az iparági szereplők, az informatikai vállalatok, akiknek segítségével különösen gondolok itt a T-Systems-re, képesek leszünk arra, hogy arra a hálózatra, amit kiépítünk a következő években, és már kiépítettünk, ezekre a hálózatokra tényleg olyan szolgáltatásokat tudjunk felhúzni, amelyek mind az állampolgárok szempontjából, elközigazgatási szempontból, mind pedig a piaci vállalatok szempontjából a digitalizációt, mint egy pozitív példát és hozzáadott értéket tudják majd bemutatni, és fölvállalva azt, hogy időnként hibázni fogunk, rohanunk előre, gyorsabban fogunk szolgáltatásokat bevezetni, de ugyanakkor, hogyha valami nem működik, akkor nem szégyeljük azokat kivezetni, és újakat a helyükbe léptetni.
Szóval Magyarország azt gondolom, hogy jó esélyekkel indul ebben a küzdelemben, ahogy mondtam az előbb is, nem vagyunk lemaradva. 5G stratégián dolgozunk, az 5G koalícióval is, az állammal is. Én azt gondolom, hogy Magyarország igenis nyertese tud lenni az 5G hálózatok kiépítésének. Később itt lesznek példáim is. Meggyőződésem, különösen a kezdeti példámmal, az okosórával, és számtalan ki tudja még, hogy milyen hordozható eszközeink lesznek, amelyek majd a hálózatra csatlakoznak. Exponenciálisan megnő azoknak az eszközöknek a száma, amelyek a hálózatokra csatlakoznak, és amelyek valamilyen informatikai rendszer által támogatva végzik a tevékenységüket. Remélhetőleg ezek olyan, ahogy említettem, pozitív dolgok lesznek, és nem feltétlenül az adatot gyűjtik csak rólunk, hogy utána a lehető legkasztomizáltabb ajánlatot kapjuk, mert nyilván ennek is megvan a helye, de egy idő után azért idegesít. Szóval egyre több eszköz lesz, és ennek az egyre több eszköznek az egyre gyorsabb és rövidebb válaszidővel való kiszolgálása, ez nyilván nem valósulhat meg 5G nélkül. Én azt gondolom, hogy egy átlagos internetböngészős felhasználó ma még a 4G hálózatainkkal, különösen mert ilyen kiválóak, abszolút el van, és tökéletes felhasználó élményt tudunk nyújtani, de hogyha megyünk tovább, és akár iparági, szenzoros felhasználásról beszélünk, nehogy Isten öt önvezető autókról, akkor nyilván az 5G nélkül nem fogunk tudni sikert élni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az elmúlt években, ugye most a mobilházat vagy a rádiós hálózatokról egy kicsit a fix hálózatokra áttérve, a SZIP program keretében Magyarországon hatalmas hálózatépítés zajlott, ez is egy rendkívül pozitív tendencia és projektek voltak. Megyünk előre, építjük mi is a hálózatainkat, ettől függetlenül is Magyar Telekom az erőforrásainak, és most gondolok a CAPEX-re, beruházási erőforrásokra, jelentős részét hálózatépítésre fordítja, és azt, ami nem hálózatépítésre fordítja egyébként, az pont a digitalizációs informatikai környezet megteremtésére fordítja. Azt gondoljuk, hogy ez a két olyan fókusz terület van ma a vállalatok számára, egyrészt a core business, ami számunkra azért hálózatépítés, másrészt pedig az informatika felkészítése a jövőre, sőt a jelenre, ami leginkább egyrészt forrásigényes, másrészt megérdemli a forrásokat. És azt gondolom, hogy a hálózatépítés követően eljött az ideje annak is, hogy a nagysávszélességű hálózatokat informatikai alkalmazásokkal, szolgáltatásokkal tudjuk tartalommal megtölteni. És természetesen ehhez nagyon nagy szükség van arra, hogy legyen egy ösztönző környezet, hogy a lehető legoptimálisabban tudjuk felhasználni az erőforrásainkat, ahogy megyünk előre a jövőbe, egyre inkább azt gondolom, hogy partnerségeken keresztül lehet Magyarországot a top 5-be eljuttatni digitalizáció szempontból. Ahogy mondtam, ahhoz, hogy infrastruktúrát a lehető leggyorsabban és a legjobb minőségben lehessen építeni, ahhoz nem elég önmagában az állam, nem elég önmagában egy piaci szereplő, ahhoz egy digitális partnerségre van szükség, egy olyan partnerségre, ami kihat a szabályozásra, a szabályozás megkönnyítésére, az engedélyeztetésre, és számos olyan pontra, amire szükség van ahhoz, hogy ezt a versenyhátrányt a lehető leggyorsabban le tudjuk dolgozni, és a versenyhátrányból mindjárt egy versenyelőnybe fordulva tényleg egy top 5-ös digitalizációs országgá tudjunk válni. És aztán, ami ugye itt nagyon fontos, azok a példák, amelyeken keresztül pont az 5G-n kapcsán tudjuk bizonyítani azt, hogy nem csak beszélünk a digitalizációról, és nem csak a jövőben beszélünk a digitalizációról, hanem igenis a mostban. Számos olyan partnerségünk van nekünk is a jelen pillanatban is, ami erről szól. Az zalaegerszegi tesztpályát hagy emeljem ki, ami ugye az önvezető autók teszteléséről, vagy ennek ad egy megfelelő terepet. Itt van lehetőség arra, hogy az 5G-nek azokat a tulajdonságait majd közösen kipróbáljuk, amelyek a gyors válaszidőről és a nagy mennyiségű kapcsolat egyszeri menedzsmentjéről szólnak, és ezen keresztül valóban egy olyan életben is, vagy a mindennapi életben majd később beszivárgó felhasználási mintát adjanak, amelyen keresztül kézzel foghatóvá válik a digitalizáció, de nagyon fontos az is, hogy általában az innovációt segítsük. Nyilván nehéz lesz úgy 5G-re és gyors hálózatokra, alacsony válaszidőre jól innoválni, hogyha nem lesznek olyan
parkok, tudományos parkok, science parkok, ahol ezzel lehet kísérletezni. Meggyőződésünk, hogy egy ilyen partnerségnek az is eleme kell, hogy legyen, hogy kialakítsuk azokat a innovációs közösségeket, akik, ahol és akik fel tudják használni a technológiánkat, és akik nem csak fel tudják használni a technológiánkat, hanem helyszínen konkrétan ki is tudják próbálni, hogy miről is van szó, és le tudják tesztelni, hogy adott esetben az ő általuk kigondolt megoldások, alkalmazások, azok pontosan mire jók, és mire ez aztán eljut oda, hogy valódi piaci körülmények között megmérettetik, addigra valóban egy kifinomult megoldássá válik, és ezen keresztül is tudjuk mind a gazdaságot, mind a Magyar Telekomot saját magát, és a Magyar Telekom csoportot saját magát, mind pedig az államot segíteni abban, hogy ebből a közös technológiai, innovációs partnerségből mindenki a legtöbbet profitálja. És ilyen értelemben el is érkezünk talán a legfontosabb üzenethez, hogy bár rengeteg hálózatot építettünk, jön az 5G kora, azt gondolom, hogy fontos az, hogy kijelöljük a következő célokat. A Magyar Telekom számára, és egyébként azt gondolom, hogy a magyar állam számára is az kell, hogy legyen a cél, hogy egy gigabites társadalmat építsünk itt Magyarországon. A optikai hálózatfejlesztési programok ma már lehetővé teszik azt, hogy gigabites hálózatokról beszéljünk. Nem tudom, hogy biztos sokan járnak külföldön időnként, és mobillal mondjuk interneteznek külföldön is. Én nem olyan régen voltam mondjuk Angliában, azt megelőzően pedig Németországban. Németországban viszonylag jó a helyzet, mert jó a szolgáltató, hát Angliában katasztrofális volt. Hát állandóan lezuhantam 3G-re, és képtelen voltam normálisan komolyan internetezni. Tehát azért az is egy furcsa, hogy ugye 25 év távlatában ránézünk erre a telekommunikációs szektorra, és úgy keressük, hogy hol van itt az innováció, de ha egy kicsit hátra lépünk, azért látjuk, hogy milyen rettenetesen gyorsult fel a világ, és a gyorsult fel a világot úgy is értem, hogy mennyi időt kell várni addig, amíg mondjuk az IT Business honlapját betölti a telefonom. Szóval óriási különbségek vannak, és ebből a szempontból is jól állunk, de otthoni internetezés és egyáltalán a gazdaság és elsősorban kisvállalkozások számára borzasztó fontos ez. Akár szolgáltatni is mondjuk egy otthoni internetkapcsolaton keresztül, nyilván nem feltétlenül egy nagyvállalati szolgáltatásra gondolok, de egy honlap üzemeltetésére lehetővé válik, hogyha ott egy optikai kapcsolat elérhető. Úgyhogy a mi célunk mindenképpen az lesz, hogy a gigabites hálózatok felé vigyük ezt az országot, a gigabites hálózatok felé vigyük mind a fix vezetékes szolgáltatások terén, mind pedig a mobil hálózatok terén. Ehhez keressük a partnereket, erről beszélgetünk már a most meglévő partnereinkkel, és ez vezérli a munkánkat is. De mindezt, mint ahogy mondtam, csak akkor válik egy igazán jó céllá, hogyha erre azokat a szolgáltatásokat, alkalmazásokat, informatikai megoldásokat is fel tudjuk ültetni, amiket egyébként a T-Systems Magyarországgal közösen mi már most is és a jövőben is kínálni fogunk a piacon, és amelyek hozzásegítenek önöket is, engem is, az én lakossági ügyfeleimet is és vállalati ügyfeleinket is ahhoz, hogy a digitalizáció nyertesei legyenek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. És köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!